természetes volt, hogy amikor szóba került, hogy vegyünk részt ennek a könyvnek a létrehozásában, bemutatásában, akkor nagy örömmel csatlakoztunk hozzá. Ez a téma egyformán fontos mind a két. Ő nagyon jól érezte és tudta, hogy mennyire fontos a szerelem, és... Nem megjelent Szedő Dénes összes műveinek már második kötete. Saki, majd közelebb hozzá zúgunk. A saját szeretetünkkel vívódunk. Ez mindennél nehezebb. Lemérni a művedet, kijelölni okosan, körültekintően, mérlegelve helyedet az irodalomban, a ferences rend szellemi körképében komoly feladat. Rendezni, ami utánad maradt, szép, aprólékos, szükséges munka. De mit tenjen az ember azzal a hiánnyal, ami nem a kis park fapadján, nem a szobácskádban, nem az emlékezetében betöltetlen, hanem a szívében. Beszélünk hozzád, bár többé nem felelsz, és nem írok többé halk, és mindig pontos mondataidat. Valamikor a 90-es években hivatalosan is megbíztak, hogy a Dénesatya hagyatékával foglalkozzam. Hát ez a foglalkozás ez most már tart lassan 30 éve. 6 kötet jelent meg Szent Ferenc életrajzaiból. Most egy műsorozatot indítottam, és megjelent azon mindig olyan hatalmas megrendülés volt számomra, hogy egy szent, mert más nem tudok róla mondani, egy szent életű ember hogyan képes könnyek között a bűnét megvallani, a népszerűségtől irtózott, felszínességtől irtózott. Vasszögekkel veretem, aki gyűlöl, szeretem. Föld is ég is elhagyott, két lator közt lankadok. Megfeszített Istened, szép, szeliden ölveled. Ismerem tetteidet, nézd, ajtót nyitottam előtted, senki nem tudja bezárni. Bár nincs sok erőd, mégis megtartottad tanításomat, és nem tagadtad meg nevemet. Szarultam!